Kedves birmálkozó fiatalok, Krisztusban szeretett testvéreim! A vallásosságnak egyik leglátványosabb jele minden vallásban, hogy valaki imádkozik. A muszlimok egész föltűnően leteszik az imaszőnyeget, bárhol vannak, hajlonganak, imádkoznak. De a hinduk is, buddhisták is, keresztények sokszor, mintha szégyelnék, de a keresztények életéhez is szorosan hozzá kell, hogy tartozzék az imádság. Mondják, hogy a nem vallásos, materialista, ateista emberek is, ha nagy veszélyben vannak, akkor megszűnnek Isten tagadónak lenni. Ismert mondás, hogy a zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Akkor mindenki legalább fohászkodik, hogy jaj, Istenem! A mostani szentírási szakaszok, legyen az az ószövetségi olvasmány, de azt kiegészítő, teljesítevő evangélium az imádságról szól, hogy az ószövetségi választott nép küzdelmeit az ellenséggel úgy tudta megvívni, hogy Mózes imádkozott, karjait az ég felé tárva, és amikor elfáradt, Áron és Húr tartotta kezeit. Az új szövetség pedig egy olyan özvegyasszonyról szól Jézus példázatában, aki a legreménytelenebb helyzetben elmegy az igazságtalan bíróhoz, és addig jár a nyakára, még igazságot szolgáltat neki. És hozzáfűzi Jézus a tanúságot, hogyha az igazságtalan bíró meghallgatta az özvegyet és igazságot szolgáltatott neki, akkor mennyivel inkább mennyei atyátok. Tehát merjétek őt kérni, mert Isten azt a kérést, ami javunkra válik, ha hittel kérjük, meghallgatja. Amikor ezt az evangéliumi szakaszt leírták, hogy a 70-es években Krisztus születése után már elkezdődtek az első keresztény üldözések, sokakban fölmerült a kérdés, hogy egyáltalán mi lesz a sorsunk, Jézus megígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig, és ugyanakkor üldöznek bennünket. Jézus maga mutatott arra példát, hogy az életének nagyon kétségbejtő helyzetében, gondoljunk a Getsemáni kerti szenvedésére, vagy a kereszten mondott szavaira, ott sem tagadta meg a korábban elmondott Isten atyaságába vetett hitét, hanem ott is fohászkodott, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. És Istenem, Istenem, miért hagytál el engem után? Azt mondja, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A mennyei Atya válaszolt az imádságra, nem ott a kereszt óráiban, hanem éppen azáltal, hogy ahogy Szent Péter apostol mondja, föltámasztotta a halálból, urrá és messiássá tette. A fiú imádsága meghallgatásra talált túlcsorduló módon. A megkeresztelt, megbírmált embernek nem restsége az, hogy nem imádkozik,
hanem néha olykor félelme. Ugyanis van benne olyasfajta érzés, hogyha teljesíti az Isten azt a kívánságot, amit ő kér, akkor az őt nagyon nagy feladat elé állítja. Hát gondoljuk meg, ha mi most becsülettel végig imádkozzuk a mi atyánkot, és azt mondjuk benne, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Meg tudunk bocsájtani? Templomban járó embereket ismerek, hogy haragszik arra, aki oda jár, a másik emberre. Jó lett, nem érzelmi dolgot jelent az, hogy ő megbocsájt, de legalább köszönök neki, vagy jó indulattal viselteték iránta. Vagy gondoljunk a eskü szertartására. Azt ha komolyan vesszük, akkor az van, hogy Isten engem úgy segítsen, ahogy én megtartom azt, amit ígérek. Márpedig, aki úgy áll bele, hogy azt mondja, hogy hát, ha majd nem megy szétválunk, akkor ott hogy segítsen az Isten? Tehát van is fajta ilyen magatartása is az embereknek, de ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy az imádságot, mert Jézus mondja, nem szabad abba hagynunk. Fölszólít bennünket az imádságra, és kérhetünk is. Maga Jézus mondja, hogy kérjétek a mennyei atyát. De nem mindegy, hogy mit kérünk, hanem valami olyasmi, ami javunkra válik, olyat kellene kérni. Még kispap voltam, amikor úgy kiküldtek bennünket bérmálásra asszisztálni, és volt egy váci segédpüspök, Vajda József, akinek az volt a szokása, hogy mindig kérdezgette a bérmálkozókat. Nem csak azt, hogy hát miért választottad ezt a bérma nevet, hanem még más dolgokat is. És jól emlékszem, hogy egyik gyereknek föltette a kérdést, mit kértél a Szentlélektől? Gyerek hirtelen rávágta azt, hogy biciklit. Ugyanis beígérték neki, gondolom a bérmaszülők, hogy bérmálásra kapsz egy biciklit. Hát akkor ez volt a csúcsajándék ezelőtt több mint 40 évvel. De a Szentlélek az nem tárgyi ajándékokat ad elsődlegesen, hanem lelki dolgokat. Benne van a nevében. És olyat kellene kérnünk. A Szentírás följegyez egy-két kérést, amelyet még az apostolok is mondtak Jézusnak, és nagyon kitetszett belőle az, hogy igen emberi módon gondolkodtak, mert azt mondták, sőt, a főapostolok anyja azt mondta, hogy hát intézd már úgy, hogy fiam, a mindkét fiam valami előkelő helyen legyen, egyik a jobbodon, másik a balodon, úgy, mint most, amikor ugye voltak a választások, akkor beígérték nekik, hogy ide figyelj, ha megnyerem, te leszel az alpolgármester, te az leszel. Hát ők is így gondolkodtak, hogy megnyeri Jézus a birodalmi messiásságot, ő lesz a király, mi majd ott leszünk jobbján, balról és jobbról. És erre azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Az Isten elsődlegesen lelki természetű ajándékokat ad, bár adja mindennapi kenyerünket is. Ezért ilyen szempontból az ószövetségi Salamon példa mutató lehet számunkra. Fiatal ember volt, apja örökébe lépett,
és érezte, hogy rettentő nagy feladat vár rá, és elment a akkori szent helyre, Gábaánba, és áldozatot mutatott be Istennek, és álmában megjelent neki az Isten. És azt mondta, Salamon, kérj valamit, megadom neked. Salamon utána azt kérte, adj nekem bölcsességet. Eredetibe így van, hogy halló szívet, halljam meg a sugallataidat, aszerint cselekedjek, hogy az életem neked tetsző legyen, és általa másokat is tudjak boldogítani. És jött a válasz rá, mivel nem hatalmat, anyagi gazdagságot kértél, olyan bölcsességet adok neked, amir fölmúlja az emberekét. És tényleg ez is egyik jelzője Salamonnak, hogy bölcs Salamon. Tudjuk azt, hogy még a világ másik tájáról is eljöttek hozzá, hogy tanácsot kérjenek. És hát ott van ugye a salamoni ítélet, talán Bibliából ismeritek. A maga bölcsessége, amit Istentől kapott, ott is megmutatkozott. Ti mit kértek a Szentlélektől? Nem véletlen kell megtanulni a Szentlélek ajándékait. Szentléleknek több ajándéka van, de azokat felismerjük. És azok mind olyanok, amelyek segítik az embert az életében, legyen az a értelem, tudomány, bölcsesség, lelki erősségnek az adománya, az Isten félelemé, hogy soha ne hagyjunk föl az Isten szeretetével. Ezek mind olyanok, amik az embert meg tudják őrizni, és teljessé tudják tenni. Mert ha megfigyelitek, ahhoz, hogy valaki derűs életet élhessen, kiegyensúlyozott életet, ahhoz elsőlegesen nem nagy anyagi gazdagság kell, még nem is nagy hatalom. Mert sokszor pont nagyon gazdag, nagy hatalommal bíró emberek a legboldogtalanabbak, hanem a lélek derűje, a lélek erőssége, ami a bajokat, betegségeket, megpróbáltatásokat is egész nagy lélekkel tudja elviselni. Az Úr Jézus, amikor a kérő imáról tanít, Lukács evangéliumában olvassuk, egy ilyen hasonlatot mond megint, hogy hát ti bár rosszak vagytok, mégis tudtok jók lenni. Ha gyermekeitek kérnek tőletek kenyeret vagy tojást, akkor nem kígyót meg követ adtok nekik, hanem azt, amit kérnek, hogyha van ilyesmi a birtokotokban. Mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket, hozzáfűzi az Úr Jézus. Hát persze valaki mondhatná, hogy nagy bajban van, akkor azon segítsen az Isten, a vihar levitte a házát, tetejét, hát most akkor gyorsan építse föl neki. De nem így segít az Isten. A Szentlélek lelki ereje által, és ez mindennél több, mert akinek van lelki ereje, az tud küzdeni, föl tud állni, az életet másként fogja föl, és megkapja a lélek derűjét. És hát a Szentlélek, Úristen, akivel találkoztok a bérmálásban, ennek a forrása. A mai vasárnapon Anyaszentegyházunk missziós vasárnapot tart. Ugye mindig vannak elnevezve vasárnapok, amikor külön célra imádkozunk, nem is olyan rég volt a Szentírás vasárnapja, bár minden vasárnap imádkozunk, olvasunk a Szentírásból, de mégis kell egy olyan alkalom, amikor kifejezetten fölhívja a figyelmet Anyaszentegyházunk, hogy olvassátok a Bibliát. Hát a missziós vasárnap is ilyen. Jézus elküldte a tanítványit az első pünkösd alkalmával,
és küldi ma is az embereket, a parancs, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, az most is áll, de ez a vasárnap fölhívja a figyelmünket, hogyha elfeledkeznénk róla. A megbírmált ember nagykorúvá válik az egyházban, és hogy a plébános atya mondta, tanúságtevővé. Ez a missziónak egyik legkiválóbb formája, hogy tudják rólatok, hogy hívő emberek vagytok, példamutatók akartok lenni, szavaitokban, cselekedeteitekben, életformátokban. Mert ez vonz. A szavak elszállnak, a példák vonzanak, mondták már a régi latonikus. Bárkire, akik nagy hatással voltak életünkre, szüleink, tanítóink, vagy olyan ember, akit úgy ismertünk, évtizedek elmúltával alig emlékszünk már szavai, mondásaikból maradt fönn, de azért mindent nem tudunk visszamondani, hát gondoljuk meg az iskolai tanítóinknak, még a legjobbaknak is, hát alig tudjuk már visszaadni a mondatait, de hogy milyenek voltak, azt tudjuk. Hogy viselkedtek, az megmarad emlékezetünkben. És ezért a példa nagyon fontos. És a keresztény embernek a példája is fontos, hogy hogy él a mai világban, abban a világban, ahol veszekedések, gyilkolások, szóval való karaktergyilkolások, meg minden van. Ott, hogyha valaki nem úgy él, megpróbál Jézus szava szerint igaz ember lenni, jó indulattal viseltetni mások iránt. Szavára vigyázz, azért arra fölfigyelnek, hogy ez nem közönséges ember. És talán azután is utána gondolnak, hogy vajon miért. És ez önmagában vonz embereket, hiszen ha megnézzük a szentek történetét, akkor láthatjuk azt, hogy valaki hívta őket, valami példa, és ő is aztán nagy példává lesz. Mai vasárnapon Szent II. János Pál pápára is emlékezünk itt ebben a templomban. Itt van az erekjéje, a szobra. Ő leírja az életrajzában, hogy egy szabó mester, amikor ő a háború alatt, ugye nem lehetett rendes szemináriumba mennie, meg talán még nem is gondolt akkor arra, hogy pap lesz. Gyári munkás volt, vegyi üzemben, kőbányában dolgozott, és utána egy ilyen szabó mester, aki nagyon mélyen vallásos volt, adott neki egy könyvet. Egy szentnek az életét és gondolatait. És akkora hatással volt rá, hogy onnittől vonzódás volt benne arra, hogy hát ő is úgy éljen, és hát jelentkezett a szemináriumba. És az ő élete pedig, hát mennyi embert mozdított meg. Gondoljunk csak a temetésére, hogy hát soha annyi embert Róma nem látott, mint akik elmentek a temetésére, vagy más alkalmakkal is, hogy a mustármag terebély és fává nőtt, lehetne mondani az evangélium hasonlatával. Tehát ti is tudtok jó példát adni, tudtok másokra hatni, és ehhez kell lelki segítséget kérni a Szentlélek Úristentől, akivel találkoztok a birmálás szentségében. Mit kértél a Szentlélektől? Én is fölteszem a kérdést. Ha eddig így nem fogalmaztátok meg, akkor mondjátok, kérjétek a Szentlélek Úristentől. Add Szentlélek Úristen a te ajándékaidat lelkembe, hogy igazi Krisztus követő lehessek, Krisztushoz
egyházához hűséges legyek, erről tanúságot tegyek, és ez a tanúságtévés adja meg itt a földön az élet értelmét, odáll pedig az üdvösséget. Amen.